Volt valami? Meglepi? Szeretett, szerelem, virágcsokor, vagy te vittél, vásároltál a benzinkúton? Képzeld el, hogy volt. Nem, most én nem vásároltam, most valahogy úgy interpretáltam a Valentin napot, hogy az most tegnap rólam szólt. De jövőre majd a Vikiről fog. Tehát meggyőztem, hogy most ez legyen az én Valentin napom, és akkor most úgy valentineztünk, hogy én kaptam egy csomó mindent. És megígértem, hogy jövőre te jössz. Jó, szerintem semmi. De meggyőztem arról, hogy akkor legyen felváltott Valentin. Viki rákészült, ellopta a sluszkulcsomat tegnap, levitte, rátette a színházját, írt egy cetlit, hogy babysitter, leszervezze, színházba megyünk, de előtte 3 perccel a Juli szenzációsan, hát eseti nem színházba mentek, és nem színházba mentek, és nem írtátok vissza a babysitter, mondta a Juli. És mondom, én nem tudok róla. Tehát, hogy én ezt nem gondolnám. Szerintem nem, én nem tudok, én sem szerveztem, de szerintem a Viki sem, én látom, mennyire le van kötve az energiája. Már látom, hogy Viki Anna nagyon-nagyon-nagyon sündörög, jönnek, mennek. Ekkora a feje, tudod? És akkor vártam a kocsit, mondom, jól mondom, ne törjétek magatokat, mondom, úgy csak, nem hallottam volna magam. Júli, az kész volt. Zokogott. Percekig itt a vállunkon sír. Anna ugye osztotta, szerencsétlen, de Annának is igaza volt, mert Viki meg egész reggel ezt szervezte, és a Júli ilyen édesen, de olyan nagyon aranyosan, olyan igazi szőkén mondta ezt el neked. Úgy is színházba mentek, jön a baby szit, tehát az előtt meglepetéseket a Júli tegnap gyönyörűen hozta. Hello, Anita, mi még nem találkoztunk. Jó reggelt! Hello, jó reggelt. Annyira aranyos volt ez a történet, itt hallgattam kint, hogy mi mindent megtett érted a feleséget. Tudom, mi jön. Nem akarok kötekedni, csak egy apró kérdés. Már vártam, hogy gyere. Benyújtotta már a számlát. Nem, készed, hogy mondom, drágám, elviszlek vacsorázni. Uh-huh. Színházba vittél, csoki volt a kocsi, mert tényleg nagyon romantikus volt. Majd kiderült, hogy egy rohadt büdös forint nincs nálam, mert a bankkártyámat ott hagytam, a másik gatyámat vettem föl, amit most gyorsan fölkaptam, a fekete gatyámat, amit soha nem hordok. 1500 forinttal gondolkoztunk, hogy legyen 2 dupla sajtburi. Eljünk meg a Kentucky-nál, és nyomorultul a drive-ból, együnk meg egy ilyen fél csirke szendvicset, majd a legrosszabb történet nem volt, kerünk, éhesen hazamentünk. Azt már nem mondom, hogy nem erre a darabra akart jegyet venni, de hát ebből a szempontból egy tündér, mert hogy két van a jó emberek, és a jó embert keresünk. És én mondtam, hogy menjünk már, nézzük meg a jó embert keresünk, az Eszenyi játszik benne, szerintem ez egy jó darab. És megvette a jó emberek. Jó emberi, de oda is megvolt a cím. De egyébként jó volt a darab, nincs ezzel baj, meg nem volt baj, tök más volt, amit megvett. Jársz színházba, Anita? Hát amióta gyerekünk van, azóta kevésbé. Nálunk ez a babysitter dolog, az kicsit nehezebben megoldható. Meg az én férjemmel az a baj, hogy ő a mozit meg a színházat sem nagyon kedveli. Mert de sokat fogunk beszélgetni, majd mi ketten. Mert akkor a szellemi elszigetelődésem továbbra is megmarad ebben a műsorban. Inni szeret? Nem, azt sem. És elmondom, azért nem szeret színházba meg moziba járni, mondja ő, mert hogy nem bírja a tömeget. Tehát ha moziba megyünk, akkor csak szélre lehet ülni. A leghátsó sor, legszélső sorába, nem tudom, hogy menekülni tudjon. Nem baj. Pánik roham? Szorongás? Állítja magáról, én nem tudom. Egyszer megpróbáltam beszuszakolni a nézőtér közepére, így láttam, hogy izzadt, de hogy most megjátszotta, vagy tényleg rosszul volt, azt már nem tudom. Szereted a meglepetés bulikat, Anita? Szeretem. Nekem egyszer szerveztek egy meglepetés születésnapi partit, ott rontották el a dolgot, hogy én voltam az első, aki megérkezett. Tehát mindenki más késett. Mondjuk azt. Igen. Nagyon sok SMS van. Páromnak meglepetés szülinapi bulit szerveztem a családdal, feldíszítettem a lakást, kaja kikészítve, megterítve. Páromat elvittem vásárolni, a családnak adtam a kulcsot, menjenek be, házi mozin beállítva a zene, happy birthday, csak el kell indítani. Erre bezárták belülről az ajtót, nem tudtunk bemenni, mert benne hagyták a kulcsot, csöngetnünk kellett, hogy valaki engedjen be. Óriási bukta volt azon. Annyi, hogy belülre. Zárd be az ajtót, nehogy elraboljanak. Gondos család. Egy kedves barátom feleségének 30. meglepetés szülinapjára voltam hivatalos este 7-re, ahol a lány egy szuper biciklit kapott a barátoktól közösen. Sajnos csak későn, este 9:30-ra tudtam odaérni, és amikor felköszöntöttem, a lány megkérdeztem, hogy tetszett a bicikli. Erre nagy szemekkel, milyen bicikli? Mint kiderült, meg akartak várni, és nem adták neki oda az ajándékot. De jó, és ez tetszik. Na, milyen az a szoba, bringa? Na, tekertél már rajta egyet? Rendben van. Hasit? Nagyon megy. Nekem egyszer egy lány képeslapon küldött infót arról, hogy terhes. A katonassághoz. Kb. 30 kézen keresztül ment a lap, mire egy reggeli sorakozón a parancsnok így szólt, akinek van gyereke, lépjen ki, Kovács maga is. Városi legenda, vagy nem városi legenda, de elvittük. A párom karácsonyra vett egy drága telefont nekem, körbe telefonált a családban, hogy aki tud, szálljon bele az összegbe, hogy minél jobb és nagyobb meglepetés legyen. Anyám karácsony előtt 5 nappal felhív engem, és mondja, hallom, szíved vágya egy új telefon. Én is beleadnék.
Jaj. Van egy a munkáját egyébként kiválóan végző rendőr, aki észrevesz valami szabálytalanságot ugye az autópályán, ahol tudjuk, hogy most városon belül, városon kívül leállósába használni, leállni, odállni, az még egy pisilésre is rettenetesen veszélyes. De tényleg, tehát ott brutálisan gyorsan mennek az autók, valaki félrenéz, lenéz a telefonjára, és azonnal megtörténik a baj, ahogy egyébként történt. Egyébként. És ez a párbeszéd, amit mi folytatunk, nem a rendőrnőről szól, szegényről, a munkáját végezte, hanem a jelenségről. Hogy mikor ébrednek már föl azok az emberek, akik egyébként szakértői a témának és a rendőrségnél dolgoznak, és tiltják meg magának a rendőrnek azt, hogy ne igazoltasson leállósába. Máshol ez hogy zajlik? Ausztriában például igazoltatnak, vagy te olyat csinálsz, hogy nem kerülgeted az autókat, és nem tartod a jobbratartást, vagy mit tudom én, nincs autópályamatricád, vagy bármi, akkor jön a rendőr, hátulról rád villog, majd leelőz, és azt mondja, hogy kövesd. Van egy ilyen kis kiír. És megjelenik, hogy kövesd, igen, ha szerencséd van, tudsz németül, ha nem, akkor megpróbál visszaelőzni, és akkor elindul egy ilyen. És akkor a következő pihenőhelyénél. És kivisz a következő pihenőig, igen, ahol ugye számon kéri az autópályamatricát, a láthatósági mellét, vagy azt, amiért megállított. De nem állít meg autópályán. Hát az autópályán a leállósában való intézkedést balesetveszélyének teszed ki a rendőrt, de balesetveszélynek teszed ki az állampolgárt is, aki egyébként megáll, mert csinált valami hülyeséget. Lehet, hogy gyerekül, lehet, hogy egy komplett család ül, de csak üljön be ne egy ember, vagy csak álljon ott egy rendőr, akivel ez a szörnyű dolog történik. Tehát miért nem ébrednek már föl? És mondják azt, hogy nézzük már meg, hogy megy ez máshol. Hát figyelj, azért ezek a németek, ezek az osztrákok csak kitalálták, valami. Hogy nem igazoltatnak autópályán. Nem állítanak meg senkit, hanem bekísérik a 10 kilométerenként át a benzinkútra pihenőhelyre, és ott történik meg. Érted? Ekkora marhaságot. Az a mondás ugye ebben a dologban, hogy ezt most azt mondják, hogy nem javasolják, de nincs tiltva. Hogy igen, nem javasolják, de nincs tiltva, vagyis a rendőr megállít. Megállíthat, és azt mondják, hogy azért van ez, mert veszélyes lesz azon a mondjuk 5 kilométeres szakaszon az elkövető, nevezzük így, még ha nem is csinált nagy dolgot, csak mondjuk nem tudom, tényleg cikázott a sávok között, az veszélyes lesz a forgalomra és saját magára, ezért meg kell hamarabb állítani. Tehát ez a magyar rendőrség álláspontja. Hogy 5 kilométer míg levezeted, annyi idő alatt ő veszélyes lesz a forgalomra és saját magára, veszélyesebb lesz. Ez baromság. Én szerintem is, de ezt ez mondják. Ez baromság, hát miért állítod meg? Állítod meg autópályán. Lejárt a forgalmia. A gyorsan megy, akkor általában nem villognak le, hanem ugye ott a trafi, és akkor mit tudom én, előzget, cikáz, valaki alkoholos vagy drogos befolyásoltság alatt van, azt még ki kell szedni, mert azt látod össze-vissza megy, esik el. Mit tudom én, beüti a rendszámodat, kidob neki valamit a kompjúter, hogy ez vagy az nincs. És közben jön ugye hátulról 181 kamion, aki lenyúl a telefonjára, vagy csak elalszik abban a pillanatban, és mindenkit elsodor. És mindenkit elvisz. És hát ezt nem értem, és hát működik más országokban ez a fajta rendszer és igazoltatási mód. Az első információ. De még kell mindig megvárni, hogy valaki meghal. Igen, hogy én szerintem egyébként mostanság ez a rengeteg sávba átmenős frontális baleset, ez már okostelefon. Ez már egy tendencia. Tehát most már nincs úgy, nem telik úgy el hét, hogy ne hallasz, hogy teljesen váratlanul átment a szembe sávba. Én ezen gondolkoztam, hogy ez mi lehet. Szerintem ez okostelefon. Tehát ez már nem szól másról. Tehát egyértelmű, hogy nagyon-nagyon kéne szankcionálni. 20 percet van a sávba, hogy beléd durranjon valaki. De a statisztika az ugye azért statisztika, mert ez átlag. Van, hogy ez 5 perc, van, hogy ez 1 óra. Ez nagyon-nagyon szörnyű. Egyébként rossz a neve, gyerekek, ezt a világon sehol nem hívják leállósávnak. Vészsáv. Vészsávnak hívják egy csomó országban. Az nem leállósáv, mert ez automatikusan az, hogy pisilnem, akkor leállok. Érted? Hát nem baromság. Azt mondja, például, hogy nagyon megsálok. Tehát így, ha csak valami nagyon gond van, csak kinyílt valami, vagy valamit meg kell igazítani, egy pillanat, inkább tovább megyünk. Igen. Benni, nem? Tegyél oda poharat, pár töltsét, pár... Nem baj, ha befolyik. De ez borzasztó. Ja, az. Tehát, hogy az elképesztő. És azt is mondják, hogy ha baj van, lerobbant a kocsi, akkor azonnal mindenki kiszáll, és így át van. A szalagkorláton, mert az van mondjuk egy műszaki hiba. Vagy lemész a bárhova, kimész, átmászol, igen, hogy nem ülsz ott a kocsiban. Na, itt van Mr. Valentinünk, illetve Mr. Valentinünk. Ati, hello, jó reggelt újra! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggel, ciao. Na, hogy vagy? Remekül, jól ébredtem, így a
hét közepén, fél úton járunk, lassan már ott érzem magamat, de elég hálás az a szituáció, és tényleg elég nehéz dolgom lesz. Hát ott érezheted magad, csak még nem tudod kivel. Még nem tudod kivel. Hát igen. Még három jelöltet nem is hallottunk. Ha rám hallgatsz, akkor nem akarunk mi presszionálni. Nem akarunk, mi látjuk a... Látjuk a fotókat, de hát nyilván nem akarunk presszionálni. Készültél kérdésekkel, egy kis beszélgetéssel? Nem kell egyből majd beindulni és egyből kérdezni, tehát egy kicsit nyugodtan még a beszélgetés előtte a jelölttel. Hogy csevegjetek egy kicsit, és akkor utána jöhetnek a kérdések. Átgondoltad, hogy mire akarsz rá kérdezni, vagy mire vagy kíváncsi? Jó, vannak dolgok, igen, aztán majd, de hogy hozza a szituáció, azzal is hallok kicsit. Igen. Kazi írja, hogy például Fröccs vagy VBK, tehát hogy ezeket... Ez az első kérdés. Igen, tehát ezeket nyugodtan lehet. Itt borul minden. Igen. Na jó, van, izgatott vagy már egyébként? Hát közeledik a péntek. Persze. Izgatott vagyok. Igazából hízelgő is a helyzet, az biztos, meg mostanában, ahogy mondtam, nem nagyon ilyen volt, inkább én kedveskedtem így a népkirányákba. Uh-huh. Nagyon jó így ez a hét. Hát azért ez egy jó hét, igen. Uh-huh. 5 csaj közül választhatsz, 5 különböző hang, 5 különböző személyiség, és az ember dönt, hogy kivel megy. Hát ez tulajdonképpen egy jó kaland lehet. Aztán reméljük, hogy majd működik. Hát komoly vonzerő a gokárt. Igen. A gokárt, igen, János Ivánt gokárt. Kinek mi? Én is mennék egyébként. Hát jó, egy brutális gokárt pálya van egyébként. Na figyelj, Ati, akkor a forgatókönyv a szokásos, megismerjük mi szerdát. Jó, aztán egy kellő pillanatban mi hátralépünk, és összeengedünk benneteket, hogy egy kicsit tényleg ismerkedjetek, beszélgessetek, és utána jöhetnek majd a kérdések. Oké? Persze, várom. Na jól van, akkor hallgass, hogy miről beszélünk. Jó? Csáó, mindjárt jössz vissza. Oké. Okay. Ne tedd le, hello. Na, akkor jöjjön. Mit szerd a gyerekek? Itt van Tünde, hello, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Tünde. Hát ezen a héten minden csajnak milyen bársonyos, milyen jó hangja van. Tünde. Na, mesélj, hány éves vagy, mit kell róla tudni, kezdjük el akkor. Igen, hát én a 20-as éveim közepén járok. Csak hogy így maradjak meg titokzatos, közgazdász. Hát egy ideje már egyedül tengetem a napjaimat, úgyhogy jó lenne valami kis romantikázni, vagy valami kis incselkedés így a hétvégén. Azt mondta, hogy egy ideje egyedül vagy. De mióta tart ez a szörnyű állapot? Hát azért nem olyan szörnyű, az elején én szerettem volna, hogy ne legyen senki, egy ilyen nagyobb törés volt így az életemben. Aztán pedig nem találtam olyan igazi férfit, aki úgy megmozgatna, az a valami legyen benne. Tehát, hogy én azért nem vagyok az a típus lány, aki rögtön az autópálya felhajtóján ledobja a bugyját. Ajajajajaj, ez már Miss Kennek vagy Miss Hétfőnek szól kicsit? Erre gondolsz? Lehet, igen. Hallgattad őket ezek szerint? Igen, tehát hogy én azért szeretem, hogyha egy férfi, és értem én a játékot, hogy itt a nők küzdenek a férfiért, de azért mégiscsak csak hódítson meg egy kicsit, és, hát, és azért a héten legyen. Küzdenek, de ugye pénteken már visszakerül minden rendes kerékvágásra, ott már a pasi, a nő, a hát nő, igen, és tegyen meg igen. Mindent, hogy ez a dolog beteljesüljön. És akkor mi volt tegnap Valentin nap alkalmával? Otthon egyedül? Elmentem edzeni. Edzeni? Mit edzel? Sportoltam, hát futottam meg egy kis hasazás, kis kardió, kis ez az amaz. Wow, mennyit futsz ilyenkor? Hát most nem sokat, 4-5 kilométert, úgyhogy nem volt részes. Úgyhogy csak hát azért karban tartom magam, meg figyelek magamra, úgyhogy így telt a tegnapom. Magányosan a kis kutyáddal? Igen, volt már egy ilyen témánk, nem biztos, hogy tudod, hogy miről van szó, hallod, ilyen városi legendákról beszélgettünk, igen, Fifiről. Van egy kis kutyád, igen, látjuk a jellemzésen, hogy egy ilyen kis veszti. Igen, van egy kutyusom, úgyhogy, hát igen, így telt, és este megfilmeztünk, úgyhogy ennyi, nem volt semmi romantika. Filmeztetek, hát talán? Ja, kutyával. Aha. Megnéztétek a 101 kis kutyát. Igen. Figyelj, a külsődről még nem mondtál semmit, nyilván azért, mert nem is kérdeztem, csak egy-két fontosabb adat, hogy hajszín, milyen magas vagy, hogy kell téged elképzelni? Igen, hát 176 centi, tehát elég magas, vékony testalkat, vöröses, rezes, barna hajam van, barna szemem, sportos, vékonynak mondható, vékony, én nem tartom magam vékonynak, de vékony, igen.
Csinos, én azt gondolom, hogy csinos vagyok, kis csajos nőc is, úgyhogy így. Jó, jó, ez jól hangzik, hát jó. Ez abszolút, abszolút, abszolút jól hangzik. Mi a véleményed Miss Hétfőről és Miss Kedről? Már volt egy utalás, ugye, amit mondtál, gondolom, hogy hallgattad őket. Hát igen, igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy egy kicsit ők nem. Tehát, hogy én nem vagyok annyira ilyen könnyű vérű, mint ők. És ugyanakkor meg azt sem értem, tehát, hogy igen, fiatalabb vagyok, ugye hát kb. Egy 5 évvel náluk, tehát, hogy ilyen 30 éves nők mit szeretnének egy 27 éves férfitől. Uh-huh. Tehát, hogy így hát a 30 éves nők keresenek 30 fölött. Tehát, hogy ezért nekünk mi marad? Itt van benne igazság, érdekes, persze nem bántva az előző két jelöltet, hát ki mit szeret, ki mit akar, persze nyilván, hát itt nincs szabály. Igen, tehát azt gondolod, hogy ők már inkább fölfelé nézelődjenek, és hogy 27 éves pasinak legyen egy 25 éves barátnője, mondjuk. De akár, igen, aha, ha úgy alakul. Mi a véleményed Mr. Valentinról? Mit gondolsz róla? Mennyire tetszik a hangja, amit elmondott magáról? Van benne fantázia, tehát, hogy úgy tetszik, meg jó, hogy sportos, meg hogy magas, ez nagyon jó, úgyhogy egyelőre jó. Hát persze a többi az majd kiderül. Uh-huh. Volt már ilyen vakrandid egyébként? Nem, még soha. Sőt, igazániból ilyen társkereső, még semmilyen oldalon nem voltam, vagy nem vagyok fent. Tehát, hogy így, nekem ez abszolút ilyen első dolog. Csak hát úgy voltam vele, hogy hát végül is miért ne próbálnám meg. Meg hát sose lehet tudni. Tehát, hogy ebben az évben így úgy gondoltam, hogy jó, hát kipróbálom aztán. Akkor ha bekerülök, ha összejön, akkor meg veszteni valami. Barátnők szokadtak, vagy magadtól mondtad, hogy ez egy jó kaland, akkor írjunk egy e-mailt. Senki nem tud róla. Senki nem tud róla. Hát mindez idáig. Aha, most már azért sokaknak. Ha hív a család, mert nem sokára jönnek az SMS-ek. Ha életedben az eddigi szakaszban, amikor megismerkedtél fiúkkal, és nagyon-nagyon bejött, mi volt a legrövidebb idő, amíg eljutottatok az ágyig, nem alvás célból? Volt egy éjszakás kaland, erre gondol a fél. Nem akartam ilyen direkt. Volt egy éjszakás kalandot, igen, magyarra fordítva? Igen. A lehajtja. Igen, ha és amennyiben a legrövidebb idő alatt fut. Érted, hogyha úgy tetszett. Egy éjszakás kaland. Volt, igen. És? Milyen volt? Hány? Mikor? Milyen volt? Jól? Megérte? Jó, hát tanul belőle az ember. Jó volt, olyan, amit többször szerettem volna, de igen, tehát hogy volt. Igen, hát nem tudom, ilyen egy-két óra szerintem volt ilyen, hogy egy-két óra alatt, igen. Wow! Lesevetkőzöm annyi idő alatt, mert már nem tudok lehajolni, hogy kifűzöm a cipőmet. Egy-két óra még a kulcsomot megtalálom. Mire megtalálom a parkolóban az automat, olyan hülye vagyok, mindig elfelejtem, hol állok. Ez gyönyörű. Gyönyörű idő. Oké, Tünde, van még valami, amit elmondanál magadról? Esetleg közgazdász, hogy ugye bak horoszkóppal látom, hiszen ebben számít, hogy kinek mi a horoszkópja? Nézed ezt, hogy olvasod? Na, hát egy kicsit, de nem vészesen. Uh-huh. Úgyhogy nem. Na, hát igen, egy kicsit azért hiszek benne, de azért nem olyan vészes. Mi a hétvégi programmal kapcsolatban az, ami leginkább izgatja a fantáziádat? Ugye itt van wellness, van gokárt, gyertyafényes, romantikus vacsora, hát, egy hosszú út, ahol már ugye megismerkedtek és dumáltok majd, ha esetleg te leszel a kiválasztott. Itt van. Mindjárt összekötünk, Atikám, tartsák ki, várj, egy utolsó kérdés még válaszol, Tünde, ne menj el. Itt vagy, Tünde, eltűntél egy pillanatra. Itt vagyok, én teljesen, igen. Szóval a legjobban, amit várok a hétvégén, hát nem tudom, gokártban elég jó vagyok, tényleg. No. Wow. Hogy így pont nemrég voltunk gokártozni, és hát így akik tartják ott a mezőnyt, azok ilyen 27 másodperccel mentek, én 29-el mentem, úgyhogy így. Tehát az abban elég jó vagyok, azt úgy várnám. Az jó, hát ez jól hangzik. Ha már van egy közös pont, akkor onnantól kezdve még olajozottabb a dolog. Oké, Tünde, jöhet Mr. Valentin? Jöhet, igen. Jó, na, összekötünk akkor benneteket. Remélem, Ati készült néhány kérdéssel és beszélget. Tegnap nagyon gyorsan rátértünk a konkrétumokra. Beszélgessetek akkor picit, jó? Jó. Átadjuk neked Mr. Valentin. Hello, Ati, újra! Sziasztok, szia! Szia! Na, hogyan indult a reggeled, jó? Remekül, igen. Megfőztem a kis teámat, levittem a kutyusomat, sétáltam egyet, aztán pedig vártam, hogy jelentkezzetek, és tudjunk beszélni. Merre sétálhatok, merre lesz a jegyen? Hát, Pesten kívül egy picit, de nem vészesen messze. Na. Ilyen külvárosi részen, igen.
Ha kíváncsi vagyok szórakozni egyébként, hogyan szoktál neked, hogy néz ki egy ilyen lazítós este? Hát barátokkal, barátnőkkel, csajos este akár, borozgatás, nagyon szeretem a finom borokat, iszogatással beülünk valahova, aztán attól függ, milyen lesz a buli, tehát akár tovább megyünk táncolni, kifejezetten táncolós helyekre, vagy csak maradunk és beszélgetünk, és jól érezzük magunkat, tehát hogy igazániból ez társaságtól függ, meg hogy milyen kedvünk lesz. Nem nagyon bírom az alkoholt, tehát hogy így elég könnyen a fejembe száll, de amúgy úgy szeretek bulizni. Ezeket a nagyon tömött szórakozó helyek azért nem vagyok oda, de a tánc az jöhet. Na, és az ilyen spontán dolgok, menjünk le Balcsira holnap reggel, vagy ma reggel? Ez abszolút. Abszolút, persze ez. Ezt, na, hogyha, ha nincs semmi a naptáramban, akkor de igen. Igen, akkor leugorhatunk egyből, persze. Úgyhogy azok jók, és azok a legjobbak, azok a spontán dolgok, igen. Kérdezhetek én is? Persze, gyere. Hogyha megváltoztathatnád az egyik gyengébb tulajdonságodat, akkor mi lenne az? Aha, ez egy ilyen, jó. Hát azon az, kritikát kicsit néha lehetősebb bírom. ezt. Uh-huh. Ezt. Aha, szóval a kritika. Igen. Aha. Hát igen, nélkül, észre kell legyen magam, hogy hátrahépen egy kicsit végig gondolom, és akkor higgadok. Igen. Uh-huh. Egyébként te mondtad, hogy bak vagy én pedig bika, hogyha az jelent bármit is. Mindegy, hagyjuk ezt. És mi az, ami idegesít egy nőben akkor, fordított helyzetben? Idegesít egy nőben? Hát, azt nem szeretem annyira, hogyha valaki így órákig készül, de tényleg így vége láthatatlanul. Azt nem szeretem, hogyha kioktatnak, az ilyen is volt már, ilyenre is volt már példa, hogy nem volt nagyon szimpatikus. Hát meg az ilyen kis, hogy is mondjam, ezt a ficsi-fecsizést, kicsit ilyen konkrétabb srácok. Aha, tehát hogyha kioktatnak, tehát hogyha egy nő megmondja a véleményét, az is már kioktatás? Vagy csak, hogy dehogyis, nem. Az nem kioktatás, az a kioktatás az, amikor van, nem tudom, hogy igazán van, de és azt nem tudja, és nem fogadja el. Ja, értem. Uh-huh. Én erre gondoltam. Na, valamit még kérdeznél, Lati? Mert tűnik, nagyon határozottnak tűnik, meg irányítja a beszélgetést. Tuti, miért téged válaszolok? Miért téged válaszolok? Ez egy jó kérdés, tűnik? Hát egyrészt fiatalabb vagyok, mint a többi jelölt, az eddigi jelöltek, ugye a többit még nem tudjuk. Igazándiból az a szerencse, vagy nem szerencse, nem tudom, hogyha zavarba vagyok, akkor is beszélek, ha meg jó a társaság, akkor is beszélek. Tehát igazándiból unatkozni mellettem nem lehet. Úgyhogy, hát figyelj, hogyha ha jó a humorod neked is, meg nekem is, akkor szerintem egy tök jó hétvégét tudnánk együtt tölteni. Na, ez eléggé egyértelmű, jól van. Mi volt a legörültebb dolga, amit tettél? Van ilyesmi? Fú. Felvettem a csókot. Mi volt? Ezekre nehéz válaszolni. Vissza. Hát, persze. Tűnne, mondasz rá valamit? Na. Hát, nehéz, ugye? Ez egy sztereotíp kérdés, erre kicsit nehéz. És ilyen előfordult már egyébként, hogy te nyomultál egy pasira? Hát, azért nyomulni nem nyomultam. Hajtottál. Igen, erős volt. Persze, hát azért a női praktikák, egy kis incselkedés, meg ilyesmi, persze, hát ez belefér, meg azért sokszor a nő irányít, csak finoman. Na jó van, hát kíváncsi vagyok, hogy Ati hogy dönt majd. Tűnne, nekünk nagyon szimpi vagy egyébként, meg én szeretem, hogy te egy határozott csajszinak tűnsz. Ebből a szempontból, hogy úgy tudod, hogy mit akarsz, meg tudod, mit vársz el egy férfitől. Ez jó kérdés, hogy ez Atinak mennyire jön be, de abszolút. Figyelj, Tündi, akkor te pénteken tudsz indulni, tudsz bennünket hallgatni, mert hogy pénteken 9 óra után van majd a döntés, jó? Vagy lesz a döntés? Jó. Uh-huh, jó, rendben, persze, hallgatlak titeket. Ja, hogy érzed, jól sikerült? Te mindent megtettél? Uh-huh. Igen, hát figyelj, én magamat adtam, innentől fogva az ő kezéből van a döntés, tehát hogy azt gondolom, hogy nem játszottam meg magam, vagy nem tudom megjátszani magam, úgyhogy
Hát majd kiderül. Aranyos vagy. Beszédes, de nem fecsi. Tündi pénteken, köszönjük puszi neked, örülünk, hogy megismertünk. Ciao. Hello. Hello. Megszeppentél kicsit, Ati? Nekem nagyon szimpatikus volt, így sok csevegés egyébként. Nekem az szimpatikus. Ilyen kis vidám hangulatban. 2 perc alatt kajálna meg reggelire egyébként. Hát jó, van még ebéd is, persze, meg ott van még a vacsora is. Igen. Jól van, oké, holnap akkor folytatjuk, jó? Jön Bíz csütörtök, és megnézzük, hogy mire mentek egymással. Jó? Oké. Atikán holnap, ciao. Hello. Hello. Megszeppent egy kicsit. Megijedt. Ippellem kellene, akkor tudnék. Figyelj, egy rámenős zavarba hozták az összefüggő mondatot. Nem, egy rámenős, jól beszélő csajszi volt. Helyes hanggal, és ettől most egy kicsit így megszeppent. Igazából egy erősebb karakter.